Nóri! Szia, de rég láttalak! Hát, figyelj, nagyon régen. Azon nevettem, hogy megláttalak, hogy nem csak ugyanolyan kocsink van. Nézd, meg össze is öltöztünk. Szinkronban látod, vagyunk. Ilyen a borbarátság. Ennyi. Rég találkoztunk, de látod, igen, ugyanott veszük fel a fonalat. Igen. Csabi, azért jöttem, mert itt az ősz. Ha ősz, akkor szőlő, vagy alma, de most ebben az esetben szőlő. És arra gondoltam, hogy kiért a legjobban a szőlő? Kitől tudhatnék meg mindent a szőlő? És pont nálam kötöttél ki. És pont nálad kötöttem ki. Hát, mesélj nekünk, mi a helyzet nálatok? Kezdődik a szüret? Hát azért nagyon jól esik, ezt meg kell köszönnöm, ezt a bókot, mert azért számtalan nagyon jó szőlészborász van a régióban, az országban, és jól esik, hogy nálam kötöttél ki. Hát mi most úgy állunk kérdésedre válaszként, hogy ugye a szeptembernek az első, második heténél tartunk. Most azt látjuk, hogy még azért kellenének a napsütötte órák, még azért több, mert szépen fejlődik a szőlő, gyönyörű a lomb, a korai fajtákat, mint az írsai cserszéki már elkezdték csipegetni itt a környékbeli gazdák, mi még a késői fajtákkal, mint ezerjó, rajna és sardoné még azért várnunk kell, magasak a savak, a cukrok még nem elég magasak, viszont egy korai fajtával, a lánykával mi is most csütörtökön nekiállunk a születnek. Sok sikert, de látom, hogy már az égig érnek itt a ládák, ez már annak az előkészülete? Igen, nekiálltunk a fertőtlenítésnek, tehát egy szület előtt az egész rendszert, a feldolgozó gépeit, a szüretnek a gépeit, a szüretnek az eszközeit, mindent átfertőtlenítünk, és hál' Istennek az idén a szőlészet annyi feladatot görgetett elénk, hogy ezt idén ilyen nyugodtan meg tudjuk csinálni, tehát holnap még rá is tudunk pihenni erre, hogy beleálljunk a szüretbe. Na de addig szerintem még menjünk, mert szétnéznék nálatok a szőlőben, örömmel. Említetted, hogy csipegetnek a gazdák, csipegessünk mi is egy kicsit. Örömmel. Én azt javaslom, hogy ha már itt vagyunk Móron, akkor az egyik legmagasabb dűlőbe menjünk ki, a kőhalmi dűlőbe. De akkor te vezetsz. Én vezetek. Jó. Indulhatunk is. Gyerünk. Hú, Csabi, nézd, közben ki is sütött a nap. Mázlink van. Annyira gyönyörű itt minden ilyenkor egyébként, amikor ezt látom, hogy ilyen szép, rendezett helyeken megy az ember, hogy úgy megkívánom, hogy nekem is, én is szőlőt akarok. De gondolom azért ezen rengeteg munka van. Hát igen, a mezőgazdasági termékek közül a szőlő az, ami egy hektárnak a megműveléséhez nagyon-nagyon sok munkaóra kell, tehát levetítve a többi mondjuk szántóföldi dísznövény, zöldség, gyümölcs termékek közül, a szőlő az egyik, amelyik a legtöbb munkaórát, gépi munkaórát és a legtöbb kézi munkaórát is igényli. Nagyon tetszik, hogy közben bárki jön mindenkinek integesz, látszik, hogy abszolút helyi vagy, mindenkit ismersz. Visszatérve egyébként még egy picit a szőlőre, hogyha mégiscsak, mert most már nekem is van kis kertem, képzeld el, és hogyha mégiscsak szeretne az ember legalább egy szőlőt bele, akkor mit tudsz tanácsolni, hogy milyen földet szeret a szőlő, és melyik szőlőfajtával próbálkozzon az ember? Kezdjük a legelején, amit kérdeztél, hogy milyen földet igényel itt Móron. Barna erdőtalaj van, mészkő altalajon. Viszont a szőlő nem kifejezetten igényes a talaj szerkezete, tehát ha az altalaj vulkanikus, mint például Badacsonyban, mint például Egerben, Tokajban, ugyanúgy megéli, hogyha üledékes kőzet, vagy hordalékos kőzet, azt ugyanúgy megél rajta, tehát nem probléma ez a növénynek. Ez nagyon jó hír akkor, mert akkor tulajdonképpen minden kertbe mehet a szőlő ezek szerint. Így van, annyi van, hogy nem lehet szikes talaj. A szikkes talajt, aminek magas a nátrium tartalma, az természetesen, mint sok más növény, a szőlőnövény sem tolerálja. Amúgy pedig, hogyha valaki figyelemmel kíséri a vegetációs fázisokat, ahogyan nő a szőlő, ahogyan az első levelét kihozza, ahogyan az első virágát kihozza, akkor ezt egy logikai alapon nagyon egyszerűen kordában lehet tartani. Ugye a szőlőnövénynek, mivel egy kúszó, fás szárú növény, éppen ezért, hogy a fürdzónát abban a térségben tartsuk, ahol nekünk jó, hogyha ez csemegeszülés, mi otthon szeretnénk egy pici kordont, akkor metszeni kell. Ha otthon egy lugasról van szó, ott nem kell azért attól félni, hogy az annyira nagyon sok kórokozóval és kártevővel lenne tarkítva az az élőhely. És jó, hogy említetted egyébként a lugast, mert arról még az jut eszembe, hogy milyen jól néz ki amúgy. Tehát én láttam most mellettünk, a mi kertünk mellett volt egy ilyen friss telepítés, és ilyen kis picikék voltak még tavasszal, és most óriási, tehát nagyon-nagyon könnyen, legalábbis az én szememben úgy tűnik, hogy nagyon könnyen nő. Tehát, hogy olyan szép, dekoratív is, tehát akár növényként is a kertben valamit eltakarni vele például jó lehet. Igen. Használni. Igen, nekünk még a kertészeti főiskolán tanították azt is, hogy ugye a szőlőnövény, vagy egy szőlőterület abból a szempontból is rendkívül fontos,
hogy rendkívül gyönyörű és megnyugtató látvány, hogyha ránézel, gyönyörűen meg vannak művelve a sorok, a sortözök, a soraljak, a lomb szerkezet kordában van tartva. Tehát ez így van, ahogyan mondod, hogy nagyon szép tud lenni, hogyha most valaki csak otthon egy lugast szeretné, és éppen a komposztdombot szeretné eltakarni, arra is tökéletesen alkalmas. Hogy milyen fajta jó otthon lugasba? Természetesen lugasba azok a fajták jók, amik mondjuk úgy egy picit korai érésűek, tehát szeptember első, második hetében már termést tudnak hozni, érett termést tudnak hozni. Hogyha valaki szereti a csemeges szőlőt, akkor a nagyobb, bogyójú fajtákat érdemes választani. Ilyenek lehetnek például a kardinál, ilyen lehet például a panónia kincs, hogyha a nagy szeműeket szereti valaki, hogyha valaki a kisebbeket szereti, akkor a favorit, narancsízű. Sőt, ugye hát azért azt itt el kell mondani, és tisztelegve elődeink előtt, hogy Magyarország csemeges szőlő nemesítésben rendkívül módon élen járt. Közben azon mosolyogtam, ugye, hogy jöttünk be, így a kocsi elkezdett csipogni jobbról balról, ahogy a növények behajoltak, ugye, érzékelték a kamerák. Hát nekünk ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a szenzorok reagálnak gyakorlatilag mindenre, mert így a fényezőknek túl sok munkát nem adunk, ugyanis védik a fényezést, sőt, sok esetben a karosszériát is. Úgyhogy itt ugye a kőbányánál sziklák gurulnak lefele, sokszor nem látod, ha tolatsz éjszaka, vagy bármi. Bizony, nagyon ez hasznos, egy nagyon nagy áldás, én is imádom. Nagyon intelligens kocsi, nagyon szeretjük mi is. Ó, micsoda kilátás! Na, ó, de szép nálad, Csabi. Ez az én irodám, Isten hozott. Köszönöm szépen. Azért itt lehet nálatok andalogni. Nagyon-nagyon szép itt minden. Hát ritkán van különben az, hogy az ember ilyen gondtalanul andalog, mert azért, ahogyan beszéltük is, tényleg rengeteg munkaórát tölt az ember itt a szőlőben, hogy ez így tudjon kinézni, hogy tiszta legyen a törzs, a fürdzóna ott legyen, ahol lennie kell, a lomb úgy nézzen ki, olyan magas legyen, a sorköznek a zölden tartása, vagy nyírása, akkor a sorajnak a művelése. Tehát azért ez hosszú van, van vele, de nagyon finom. Örülök. Na, megvan, oké. Okay. Érdemes volt. Beszéltünk már sok mindennel a szőlővel kapcsolatban, az még nem került szóba, hogy mennyire egészséges a szőlő, és hogy miért szeretjük annyira. Nagyon egészséges maga szőlőt enni, tehát sok szempontból ugye rengeteg vitamint, A, B, C, K vitamin tartalmaz, nyomelemeket, vasat, különböző mikro-makroelemeket is. Viszont amit itt én nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy mennyire egészséges. Ugye most kezdik a szüret. A szüreten, hogyha mi végigmegyünk, ugye az ember azért mindig kóstolgatja a szőlőt. Úgy minden. Így van. És annyira sok vitamin van a szőlőben, hogy mikor végzünk a szürettel, soha nem betegszünk le, nem leszünk influenzások, nem fájdul meg a torkunk, nem leszünk náthásak, és utána a következő év elejé közepéig soha ez nem is történik meg. És ez mindez csak annak köszönhető, hogy rengeteg szőlőt teszünk. Ugye az emberek azt gondolják, hogy döntő többségében a kék szőlő, a vörösbor szőlő, vagy a színes bogyóhéjú fajták azok, amik jók. Fehér is ugyanúgy jó. Egy a lényeg, hogy ha megesszük, akkor együtt meg a bogyónak a héját is. Pont ezt akartam kérdezni, mi van a héjával és a magjával. És a magot is ne féljünk, nyugodtan rágjuk szét, nyeljük le, mert az is rendkívül egészséges. Ez így szabályos. Csabi, köszönöm szépen, hogy elvittél erre a kis túrára, még mindig gyönyörű nálatok minden. Nagyon sok szeretettel, Nóri, bármikor máskor. Változatlanul. Annyi kérdésem lenne, még eszembe jutott a szőlőhöz, hogy ez ilyen érdekes, hogy ki hogy eszi a szőlőt, de nem úgy értve, hogy magába a fürtről, hanem hogy így van-e valami kis különleges recepted, mert képzeld el, lehet, hogy ezen majd azt mondod, hogy úristen, de én mondjuk nagyon szeretem vajas kenyérrel, vagy zsíros kenyérrel is enni. Hát én azért ezen vidéki srác lévén nem tudok meglepődni, viszont mivel mind a ketten kocsival vagyunk, és mind a kettőnknek vezetni kell még a mai nap. Engedd meg, hogy most hadd ne zsíros kenyérrel kínáljalak szőlővel, hanem egy Otello szőlő szörp, fagyasztott szőlőszemekkel, hogyha valaki nem kocsival lenne, akkor nyugodtan ihatna egy picit ilyen lazább fröccsnek is, és én ebből készítenék most neked egy limonádét. Ó, szuper, de fagyasztott szőlőszemek? Fagyasztott szőlőszem. Választhatsz traminit, vagy otthonel muskatáj. Mind a kettőből szeretnék bele. Igen. Ez milyen jó ötlet egyébként, mert egybe jégkocka, és meg is lehet enni. Gondolom a gyerekek ezt imádják. Igen, meg ugye
hűtve is tartja gyakorlatilag a limonádét. Ebből a szempontból ez nagyon-nagyon jó, hogy lehet folyamatosan fogyasztani, és nem melegszik fel. Mit szoktatok egyébként még szőlőből készíteni? Van-e valami desszert ötleted, vagy valami, ami kis titkos receptetek? Annyit ugye tudni kell, hogy a szőlőmagolaj rendkívül sokoldalú, hogyha valaki a szőlőmag olajat a konyhában szeretné használni, akkor salátákhoz nagyon jó. Uh-huh. Hogyha valaki szeretné, akkor lehet vele sütni. Ugyanis van egy olyan jótékony tulajdonsága, hogy 200 fokig bírja a sütőt. Nézd, milyen jól néz ki. Nagyon. Úgyhogy az is nagyon jó dolog. De ez a szőlőnek a magjából sajtja. Igen, ez a szőlőmagolaj. Amúgy most a szőlőből lehet készíteni különböző csatnikat, hogyha valaki szeretne sült húsokhoz, kacsával nagyon jó tud lenni. De ezt mindenkinek... Meg hát a szokásos mindenkinek... a dióval, almával, az ilyen őszi tálakhoz. Hát így van, természetesen a sajtokkal is nagyon jól működik, de ezt mindenki saját maga válogatja már. És a szőlőmagolajra egyébként az jutott még eszembe, hogy ezt a szépségápolásba is használják, egyébként a szépségiparban én is rengeteg... Neked ez jutott eszedbe? Nekem ez jutott róla eszembe. Ugyanis tele van E-vitamin, ha eddig nem tudtad volna, sőt, képzeld el, hogy én régebben, köszönöm szépen, csináltam olyan szőlős arcpakolásokat is, hogy én is mondjak neked valamit, hogy a szőlőt simán félbevágod, és akkor azokat föl lehet tenni az arcodra, vagy egyébként a szőlőből magába is lehet arcpakolás. Szőlőmagolaj hajra például tökéletes, nagyon szépen kisimítja egyébként az arcunkat, és a hajunk is nagyon ragyogó lesz tőle, úgyhogy örülök, hogy valamit én is taníthattam neked. Úgyhogy mondtál ezzel, hát ugye a szépségiparban mi borászok annyira nem vagyunk otthon, de nekem az jutott eszembe, hogy pár évvel ezelőtt, amikor még az Instagram nem ment ennyire, akkor volt ott két fiatal borász srác, akik olyan programot adtak el, hogy egy buggy-ban, ami egy ilyen kibelezett autó, terepautó, azt telerakták szőlővel, és egy hegyoldalon kellett lejönni, és a fürdőnadrágban lehetett benne ülni, és ott teljes testpakolás volt gyakorlatilag a törkölyből és a cefélyből. Mi mindenre jó a szőlő. Az osztrálok ezért ennyire szépek. Szép, finom, és jó nekünk kívülről és belülről. Jövőre találkozunk. Nagyon várunk benneteket, sok szeretettel vagy. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Én is nagyon köszönöm. Viszontlátásra, szervusztok! Az izgalmas programokról te, a kényelmes utazásodról mi gondoskodunk. Skoda. Simply Clever.